Sziasztok, Csézélak vagyok, ez itt a Command Exiles Savage Wilds Map. Ebben a részben az Obsidian felszerelés, illetve Obsidian ingotnak a gyártásával fogunk foglalkozni. Megmutatom nektek, hol lehet ezt megtalálni, illetve elkészíteni. Egy barát viszek segítőnek, hogy kellő tárhelyem legyen hozni is belőle, és nincs is messze tőlem, itt mindjárt a vulkán oldalában van az obszidián bánya. Mutatom térképen, itt a vulkán mellett ott írja is, hogy obszidián mine, és önt a első sarokba lesz a legérdekesebb része. Szóval míg odaérünk, még elmondom, hogy a sima Exiles pályán, ugye a vulkán mélyén, ahol található maga az obszidián kemence, ahol ki lehetett égetni az obszidiánt. Igen erős védelem alatt állt, én is az előző sorozatban megmutattam, hogy hol van, de én sem tudtam őket legyőzni. Bizony itt sokkal egyszerűbb helyen van, sokkal könnyebben megközelíthető, illetve megszerezhető maga az obszidián, könnyebben, mint a Star Metal. Holott a Star Metal fegyverek én véleményem szerint jobbak, mint az Obsidian, de itt sokkal könnyebben megszerezhető, akár kezdő fegyverként lehet hasznosítani magát az Obsidiant. Persze, meg fogom mutatni, azért legelején mindjárt nem tudjuk majd használni, de megszerezni viszont meg lehet elég könnyedén és gyorsan, és ha elérünk fejlődési szintbe arra, hogy már tudunk jártani, akkor bizony igen erős fegyverzetet tudunk belőle készíteni már a játék elején. Na, ide is értünk a bejárathoz. Két kis csónak, meg egy fákja ki is van világítva. Vannak noteszek itt mindjárt ennél az asztalnál is, illetve itt, ha behatolunk, itt is lesznek még több. Hát ilyen szép kis vulkán terület. Teljesen olyan, mint a sima Exiles pályán a vulkán belsején. Na, sérkezett a barer. Hát állítom, mert szerintem területvédésre volt beállítva. Átállítottam. Na, hát kicsi skorpiók vannak itt. Igazából lefuthatunk. A sorozatnak a legelső részébe is bejöttem ide. Körbe szaladtam, itt ezt a helyet ott lehetett látni, hogy ott is simán futva le lehetett hagyni őket. Ha valaki tudja, hogy hol vannak a noteszek, akkor elég könnyedén rá lehet hagyni. Nézem, mert itt meg is mutattam nektek, hogy itt, ez az, ezek a szép, és be is baboltam egy kicsit. Itt aranyat lehet a földről felszedni, simán, mindenféle eszköz nélkül. Nagyon állat, nagyon tetszik. Én a följövők, itt is van egy notesz, igen. Igen, itt az obszidián kétkezes karnak a receptje volt. Fémsziklák, és itt lehet látni rengeteg obszidián szikla itt van. Bőségesen lehet fölvenni. Hát itt már viszont van egy-két skorpió, becsapkodom mindjárt. Na, így jön. Ilyen bújt el a föld alá. Néztük. Vannak eszközök, amik le vannak rakva. Igen, obszidián eszközöknek a receptje volt itt. Vannak eszközök, amik rá vannak rakva az asztal, ezek fölvehető. Nagyon tetszik, mert szuper kis modos dolog ez, hogy simán föl lehet venni. Hát, pik vagy pikkaxe, látható, rengeteg obszidiánt ad, illetve ugye a ravast és a goldot is szokott dobni, kevesebbet egy kicsit, de azért valamennyit csak adott. Ja, azokat a földről vettem föl tényleg. Tényleg azok a földről vannak, de lehet látni, hogy van jó pár szikla, föl lehet szedegetni. Felejtették a doboz alá az egyik noteszt. Obsidian Spear. A láncsa is megvan. Egy notesz. Obsidian élvessző. Jó, csak láda van.
valahol leesett, mert a tesóm elszaladt utána. Vannak ilyen hullák, robbanós dolgok, de nem robbannak, ilyet tartani tőle, ez csak dekoráció. És itt van egy lopesz még a hullák mellett. Jött ládák. Láda. Van egy rámpa, amit is fölnézünk. Szaboljuk innen, miatt elbújik. Ah, most nem sikerült. Köszi. Jó, itt is egy notesz. Warhammer. És egy notesz. Shield, itt a bajsnak a receptje. Ha valakit meglep ez a gold, bronz, amiket itt kiírogat öléskor, akkor ez is egy módos dolog. Az inventory-ba saját zsebünkbe lehet gyűjtögetni pénzeket, ez nem összekeverendő azzal a pénzzel, amit gyártunk. Ez egy külön dolog, ezek vásárlásokra lehet költeni, illetve ha eladunk a piacon valamit, abból is lehet beszerezni ilyen pénzt, illetve hogy a piacon egymástól játékosok vásárolgathatnak. Itt az infóban az elején lehetett látni a piacot. Na, megérkeztünk a bosshoz, itt van a Scorpio boss fölül. Nincs-e valami láda, valami, amire föl tudnék állni? Ott hátra mögött lehet látni ott a falat, ezt a színes falat. Bizony ott, bizony mintás fal, ott van a receptek. Azzal harcolja. Már csak sok rám jön. Én vagyok a szimpi neki. Hoppa. Ilyen nagy támadása. Illetve van még egy spéci támadás a Skorpiónak. Ja. Csípés, a szúrás, és ez az a buktatás, az ami tök még erős. És ezeket a hard támadásokat, ezeket nem lehet polsa kivédeni. Ezek mindenféleképp megtörténnek. Ez pont olyan, mint az elefántnál a földrengetés. Nem tudom, melyik állatnál volt még, amit láttam ilyen. Soknak van ilyen nagyobbaknak, főleg olyan spéci támadás. Vannak azok a rocknose bosszok, azok a nagyon nagyok, azok a faent-szerű dolgok, amik ilyen fagyökereket, ágakat lőnek ki a földből, ugye az is pajzsal vétetetlen. Elég szép életereje van. 4000. Lángoló karttól sérül, továbbra is kap egy ilyen, ez a buktatás. Nem szúrsz, Színe. Csíp, harap, mindent csinál. Jó van, a harcosom azt mondja. Nagyon tetszik ez, hogy kiírja a sebzést is. Nem csak az életerőket írja ki, hanem ott középük lehet látni, hogy ezek a felugró kis szövegbe írja a sebzéseket. És egy nagyon jó kis mod dolog, itt tényleg harc közben lehet látni, hogy attól, hogy mekkora az életre, de mekkorát sebez rajta az ember, az sem mindegy. Mert volt, amikor meglepődtünk, hogy ilyen 25-30 centres életerejű boss volt, de olyan 2-300-akat sebeztünk bele, ilyen nagyobb karddal, hogy gyorsan le lehetett darálni, úgyhogy van, amelyiknek meg tényleg ott írja, hogy 7000 az életre, de csak ilyen 3-akat meg 6-okat sebeztünk bele, úgyhogy nagyon nem mindegy a sebzés, megtévesztő az életerő. Már nem sok van neki. Vagy az nem chips. Van, addig jó, míg velem foglalkozik. Oké. Nem veszi be néha a pajzsot, hogy tartson magam elé. Besebzett, jó lenne, ha átfordulna a harcosra. Az. Tudok gyógyulni.
Ah, Barer jó bírja. Kiváló kis hármas szintű Barer. Nagyon jó életerővel. Na, még egy csapás. Egy. Azt nem bírom megütni, sorba támad. Ah, harcos lecsapta. Na nézzük, mi is van benne. Igen, benne van a pajzs. Spéci skorpió pajzs. Benne. Illetve ike, icsor, méreg és rengeteg skorpió tojás is van benne. Nekem is ezért van a bázisomban rengeteg skorpió. Ó, és fragmentet is adott, azt nem is láttam. A fragment kulcsot nem adott. Jó, a pajzsot elviszem. Ő nem kell. Ikkely. Hát... nem kell. Az se. Ezt a rengeteg test eldobom. Nagyon picik ezek a skorpiók. Ha valaki szeretne, én dekorációs elemként egyet-egyet leszoktam mindegyikből. Itt gyártani, nem gyártani, hanem egyet-egyet lerakok mindegyik állatból. Na, itt a C, nem, azt nem vehető föl. Na, itt is van a fal. Scorpio Queen Venom. Itt is kaptunk kis receptet. Ládák, üres ládák, illetve még ide föl lehet veszni. Ó, értem, ez... Á, nem vehetünk ki a falból. Ha mindjárt egy oldalt mászok, akkor föl. A kövek között itt van még egy recept. Sword, itt kaptuk meg a kardot. Sima obszidián kardot. No, hát szerintem ezt a terepet egész jól ki is fulloztuk. És látok mást, itt hagyjuk a nagy zsákot. Ó, valaki ide rakott. Álló zsákot ide raktak, vissza tudjanak gyorsan ide pannolni. Ez a pajzs... Kuzsot, ő ugye mindig megadja, illetve a skorpió tojásokat, ezeket ugye a piacon el lehet adni például. Na, hát visszasértünk a bázisra, meghoztuk az obszidiánt, és akkor egy kis állatunk jártani. Hogy is, az obszidián. Más jelöl nem is kell. Ugye megmutatom, hogy a kemencébe az obszidiánt, illetve stilbárt kell berakni, illetve üzelőt, és már készül is a kompozit obszidián. Így, né? Mehetünk is, ugyanúgy a... Ó, bepakoltam a ajtó mögé. Most a csontváz jön nekem, oké. Okay. Szóval, itt van már nekem egy pár legyártva. Illetve... falu fosztogatása közben már jó néhány obszidián eszközt összetudtam szedni az északi, illetve a havas részen. Sok harcos dobál el ilyen eszközöket. Saját neves kováccsal azért mégis egy kicsit hatékonyabbat lehet gyártani. Fegyverzetben ugye nagyobb sebzésűt tudok csinálni. Megvan a Sword. Great Swordből ugye van legyártva. Spearból is van nekem. Jó, hát hogy... nagyjából ennyi. Ártotta le. Addig kicsit szétnézek még. Így elkészül. Itt még mit hoztunk. Azt mondja, hogy igen, a pajzs is itt van. De még Kári Steel-t is vettem. Na, erre a Kári Steel-re még nem jöttem rá, hogy ő... mire lenne jó ezen a pályán valamelyik módnak a dolga. Igen, itt már van egy pajzsom a mezes barátommal, magyar srác van itt fönt a szerveren.
vele voltam először skorpiózni, akkor elkaptam a pajzsot, illetve Kabi bratyóval is megnéztük ezt a obszidián bányát, bizony már vettünk föl pajzsot neki is, csak közben már ugye átváltottunk keményebb pajzsra. Na, el is készültek az eszközök, mindjárt a kart fog elkészülni, ezeket addig meg kell valóban kirakni, már fegyvertárolóim lassan tugig vannak, sok-sokféle fegyvert össze tudtam szedni. Marci szekerce, kerül egy csákány, nem néz ki három csákány egymás mellett jól, úgyhogy azért raktam közé egy fejszét, de hát elég nagy káosz van itt a fegyverek terén, rengetegféle fegyver. Ezeket felszedegettem, nem gyártogattam ebből, szerintem egyiket sem. Ah, ott van kart, ott van obszidián kart is, de amit legyártok, annak nagyobb sebzése van. Van. Aha, szép. Nézzünk egy Star Metalt. Na, nincs nagy különbség köztük. Aha, nincs olyan különbség. Hát ezért mondtam, hogy igazából ez az obszidián kardok, felszerelések nem igazán hatékonyak. Talán a páncélátütő képességük egy kicsit jobb. Én eddig nem tartottam túl jóra őket, de ezen a pályán, mivel sokkal könnyebben megszerezhető, illetve ugye készíthető a kompozit obszidián, ezért az elején kezdőjátékosoknak egész jó. Láttátok, Steel bár kell hozzá, tehát az acélgyártás már megvan, már lehet obszidián fegyvereket készíteni, ami bizony elég hatékonyá teszi a játékot, de láttátok, azért a bosszok is elég erősek, elég nagyok, tehát bizony figyelni kell arra, hogy milyen fegyverzettel megyünk itt, ahhoz, hogy ezeket az igazán nagy bosszokat le tudjuk majd győzni, még ezek a fegyverek is kevesek lesznek, mint az obszidián, mint a Star Metal. Úgyhogy befkészletezem őket, akkor megmutogassam, hogy ezek hogy is néznek ki, ha valaki esetleg annyira nem látta volna, mert sima Exlesben nem erőlködött azon, hogy megszerezze ezt a fegyvert, míg a Star Metalt gyorsabbaknak lehetett szerezni ott. Illetve ugye van a pajzs, az obszidián pajzs, és kell még szegyent hoznak. Itt a szekrénybe van, mert Gabival voltunk, akkor vettünk is fel obszidiánt, és kikísérleteztük, hogy hogyan is kell gyártani az obszidiánt, mert ugye ezt a sima Exlesben mi nem próbáltuk ki, nem küzdöttünk ott azok az erős ellenfelekkel, illetve látni szépen termelődik is. Nagyon jó a beállítása a szervernek, nagyon szépen dolgozik. Kraftolás nem is túl gyors, nem is túl lassú, szépen jól van állítva. Ruházatot én nem tudom, hogy lenne még a modos ruhákban sem, amihez obszidián kellene. Ha esetleg ebben tévednék, nyugodtan javítsatok ki, írjatok rám, de én nagyon sok ruhát legyártottam ezekből a modosokból is, de be vannak töltve, illetve a símákból is elég sok megvan, és nem tudok olyanról, amelyik esetleg obszidiános lenne, nem találok olyan ruhát. Jó, hát szerintem ennyi pajzs elkészült közben, ott is van. És rakom ide neki. Szép kis obszidiánban pajzsot is. Kicsit megfordítom. Egy. Szuper. Jó. Hát tudom még mit tudok bemutatni nektek. Ez megvan. Nincs olyan fegyverzet,
többet nem kaptam. Lehet, hogy hagytam ki recepteket ott a bányában. Elképzelhető, illetve nézzük a fejlesztés menüben, de a kétkezes, igen, kezes. De kell ez. Hiába vettük föl a kétkezes fegyvernek a receptjét. Aha, nem, nem adja be akkor sem. Valószínűleg ugye nem volt nekem kifejlesztve a kétkezes fegyver, és ezért obszidiánban nem is adja be a kétkezest. Hiszem, hogy valahol ott van neki. A kiski, az a kiski is. Nincsen. Jó, akkor fejszét fogunk kézbe, mert majdnem vittem jobbra, mint a harcosoknak. No, hát köszönöm szépen a figyelmet, ez a rész ennyire volna. Köszönöm az obszidián felszerelést, gyártást, fegyvereket. Köszönöm szépen a figyelmeteket, Csizilak voltam, lájkoljátok, iratkozzatok föl, ez volt a Savage White, Connect Size. Jó játékot mindenkinek, sziasztok!